Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hogyan tovább? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mariella számára. Kedves Mariella, üdvözöllek téged. Ahogy írtad, a sors utad, a múltad nagyon nehéz volt, sok tragédiával. A kérdés az, hogyan tovább. Ezeket a kivetéseket én terveztem, és ennél a jóslásnál van középen egy kör. És ennek van egy jelentősége, mégpedig mutatja a mi belsőnket, a gondolatainkat és az érzelmeinket. Én ezt mondani szoktam, hogy mennyire fontos erre odafigyelni, mert ez a kisugárzásunk, ez belülről jön, a gondolatok és az érzelmek világából. És ez a kisugárzás, ez nem más, mint az az energiamező, ami bennünket átölel. És ez tőlünk jön, a mi belsőnkből, mint ahogy mondtam. És ennek az energiamezőnek van egy hatása, mert amit mi kisugárzunk, tükröződik, lesz visszajelzés. Ezért nagyon-nagyon fontos ezen az energiamezőn valamit változtatni. Tegyük át magunkat a félelmeken, jó gondolataink legyenek, ez által más a kisugárzásunk, és befolyásoljuk a jövőnket, a sorsunkat ezzel az energia mezővel. Tehát ezt jelképezi itt középen ez a kör. Ez az alsó kép, ami most látható itt, jelenti a te belsődet, az érzelmeidet. Itt a kelyhek utalnak arra, hogy jó lelkű vagy. Van egy lelki társad is, és itt lesz egy gyönyörű, szép párkapcsolat. Te ezt érzed belülről, a lelked súgja ezt neked. Higgy ebben, és higgy ebben a szép jövőben. És most megnézzük a gondolataidat. Itt ezen a képen láthatunk egy lovas hintót, és az mutatja a mozgást, a változásokat. Az lehet egy utazás, lehet egy költözködés is. A lovaknak vannak szimbolikus jelentései. A fehér ló az egy egyenes út. Az jelenti itt, ezen a helyen a gondolataidat is. Szép, jó ötletek, gondolatok. Ennek van egy megnyugtató hatása is. A másik ló, ez a fekete ló, az fékez mindent. Látható a képen, hogy úgy egy szemmel visszatekint a múltba. És ha a múltat nézed, és vannak ezek a könnyek, ez a szomorúság, az félelmeket vált ki. És ha félelmek vannak, akkor nem mennek előre az események. Ez befolyásolja a gondolataidat. Figyelj oda rá. Akkor is, ha megjelennek ezek a képek a múltból, és érzed ezt a szomorúságot, ezeket a nehézségeket, ez megjelenik mindig a jövőben is. De ne állj meg, hanem azonnal gondolj valami szépre, aminek megnyugtató hatása van, vagy kivált egy nevetést. Nem könnyű. Viszont ez segít neked a jövőben is. A múltat így lassan-lassan le tudod zárni, éled a jelent,
és van jövőd. Az alsó kártya, ez a két kehely mutatja a jövődet. Egy boldog, szerelmi párkapcsolat. És annak van gyógyító hatása is. És most a következő kártyánál megnézzük a gyermekedet. Mi van vele, mi történt, erre megadja a kártya most a választ. Ez a kártya utal a gyermekedre, mi történt, mi volt a helyzet, vagy mi jelenleg a helyzet. Itt láthatunk egy uralkodó nőt. Természetesen előfordulhatott az, hogy egy hölgy uralkodott felette, de ha én ezt a kártyát, meg ezt a jóslást megnézem, nálam valami jó érzést vált ki. Mégpedig azt, hogy ez a kép mutatja az ő tartását. Akárhol van, uralkodik a helyzet felett. Akkor is, ha nem az élők között van, ennek a kártyának van megnyugtató hatása, hogy körülötte minden rendben van. A következő kártya utal arra, hogy mi várható a párkapcsolat területén. Itt ezen a képen látható egy stáb, és kezedbe veszed ezt a botot. Te aktív leszel, ez nem azt jelenti, hogy keres valakit. Ez a férfi megtalál téged, hanem légy nyitott egy párkapcsolatra. Legyen ez egy lelkesítő gondolat, vagy érzelem, és ez a kártya utal egy új kezdetre. És higgy ebben, bíz ebben a szerelemben. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép mutatja az erődet. Jelen pillanatban fáradt vagy, erőtlen. Azt is jelenti, hova fektesd be az energiádat, az erődet. Hova kell odafigyelni. Ezen a képen láthatunk egy fiatal lányt, és a kezében van egy aranyérem, az utolsó, és fél attól, hogy ezt is elveszíti. Lefele tekint, és szomorú. A háttérben viszont ott van ez a kép, ez az ablak, olyan, mint egy templomban, egy ilyen szent kép, és ott látható a háttérben négy érem. Az ötödik a lány kezében van. Figyelj oda, ami a háttérben van, ez a szenté, ez az isteni erő, szeretet, ez a hit, mert ott, ebben az ablakban látható is minden rendben van. A következő kártya mutat egy jogi ügyet. Ezen a képen látható egy király, aki segít neked. A kezében van ez az arany kehely, ami érzelmekre utal. Ez lehet a párod, aki szeret téged, és segít neked ebben a jogi helyzetben, vagy valaki, aki döntéseket hoz, mint egy király, tehát van a szavának jelentősége, de nem csak a szavakra utal ez a kép, hanem az érzelmekre. Ez a férfi segíteni fog neked. Mint mondtam, az lehet egy párkapcsolat, vagy valaki a jogi ügy területén, aki nem hideg és rideg, hanem tényleg segít neked. És most megtekintjük a következő kártyát. Az élet gyakran megleckésztet bennünket. Kell, hogy tanuljunk. És ez a kártya mutatja a te
házi feladatodat. A négyes szám arra utal, hogy mennyire fontos a biztonság, az anyagi jólét, biztonság a párkapcsolat területén, és a kelyhek jelentik a víz elemét, és az utal az érzelmekre. Légy biztos a dolgodban, a jövődben, abban is, hogy szerencséd lesz, jóra fordulnak a dolgok. Nézd meg ezen a kártyán azt a felső kelyhet. Valaki nyújtja ezt számodra. Ezek lehetőségek, és ez szívből jön, mert itt érzelmekről van szó. De, mint ahogy ezen a képen látható, ez a hölgy elfordul. Nem a lehetőségeket vagy a jövőt nézi, hanem szomorú. És ki kell lépni ebből a helyzetből, ebből az érzésből, és odafigyelni, hogyan tovább az élet nyújtja ezt számodra. Ahol szerencséd lesz, ez egy szerelmi kapcsolat. Mi változik nálad, azt mutatja a következő kártya. Látod a háttérben ezt a harci mezőt? Ez a múlt. És te le fogod zárni a múltat. Lesznek változások. Ez az időszak véget ért. Győztél e felett, és lesz egy új kezdet. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya arra utal, hogy mi lesz a jövőben. Megvalósulnak az álmaid, a terveid. Itt a nap kisugárzik, látható lesz minden. Mindaz, amiről álmodozol, megvalósul. A nap jelenti a te fellépésedet, a te kisugárzásodat is, és lesz szerencséd. Az eltarthat jövő év nyárig, amíg te úgy érzed, hogy boldog vagy, és örülsz a jövőnek. De ami fontos ennél a kártyánál, amit közölni tudok veled, az árnyékot már átélted. Ez a múltad. A jövődben sütni fog ez a nap, és vidám leszel. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt bal oldalon felül ez a kártya mutatja a belső erődet. Ez a kard elvágja a félelmeket, mint ahogy Mihály őrangyal a kardjával felszabadít bennünket a félelmektől. Itt lesz ez a változás, ez a megújulás. Ez mutatja a hitedet is. Ott van ez a fény, és ez a jövő, ez az élet utad. Ez a kard jelenti a döntéseket is, mert mutatja a levegő elemét, a könnyűséget, a kommunikációt, és egy új irányt félelmek nélkül. És most egy lelki üzenet. Könnyűség és életöröm segít neked abban, hogy minden jóra forduljon. Használd ezt az energiát. Ez volt a lelki üzenet. Kedves Mariela, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra.